Vihar-Sarok Intercity vonat érkezik. Lökösháza Békés Csabáról a 16. vágányra. És indul tovább Budapest keleti pályaudvarra. A vonat Budapest keleti pályaudvari menetrend szerint nem áll meg. A vonat végén található 21-es számú kocsi Intercity út és helyjegyváltása mellett vehető igénybe. A kijelölt kocsik, melyek a vonat elején találhatók, gyors vonati pótjegyváltása mellett vehetők igénybe. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak! We inform our passengers that the Vihar-Sarok Intercity train from Lökösháza, Békés Csaba arrives at platform 16. The train goes on to Budapest Keleti Railway Station. Until Budapest Keleti Railway Station, the train is not going to stop. Carriage number 21 at the back of the train is only available with intercity supplementary tickets. The designated carriages at the front of the train are only available with supplementary tickets. Please stay clear of platform. Budapest keleti pályaudvarról a 10. vágányra, és hovább indul Békés Csaba Lökösházán át Bukarest Nord állomásra. A vonat Lökösházáig menetrend szerint csak Mezőtúr, Gyoma, Csárdaszállás, Mezőberény, Urony, Békés Csaba és Kétegyháza állomásokon áll meg. A vonat elején található 435-ös és 434-es számú kocsikba belföldi forgalomban Intercity pót és helyjegyváltása kötelező. Nemzetközi forgalomban helyjegy várható. A vonat többi Lökösházai közlekedő kocsija gyorsvonati pótjegyváltása mellett helyjegyváltása nélkül vehető igénybe. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak! Inform our passengers that the Trianus Intercity train from Budapest Keleti Railway Station arrives at platform 10. The train goes on to Bucharest Nord via Békés Csaba, Lökösháza. Until Lökösháza, the train stops only at Mezőtúr, Gyoma, Csárdaszállás, Mezőberény, Murony, Békés Csaba and Kétegyháza. The carriages at the front of the train, number 435 and 434 for domestic journeys, are only available in the supplementary tickets and seat reservation for international traffic.